Na, szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit is, és sok szeretettel, én Szoló vagyok, és a mai videóban beszeretném mutatni nektek, hogy hogyan tudjátok visszaállítani az új Steam chatet az újról a régire, ugyanis sokan panaszkodtak azért, mert rengeteg embernek kevés FPS-t hozott a játékokba, míg ugyanarra vártak, hogy több FPS-t fog okozni az új chat, meg az új Ábörli. Ám ez nem is akkora nagy izé, de az, hogy te most neki ez PUBG-zni vagy ségózni, és konkrétan a processzorod az egekbe van, pontosabban azért, mert az új chatet behozta ugye a Valve, ezért bemutatom nektek, hogy hogyan tudjátok ezt a chatet, amit itt láttok, alig hozza benézve, ezt a chatet visszaállítani. Na most, mit kell tennetek, hogy kitéptek a Steamből? Megnyitjátok a Steamnek a parancsikonját, mármint ezt úgy értem, hogy megfogjátok, jobb klik, tulajdonságok, és itt van olyan, hogy cél. Na most ide beírjátok majd ezt a parancsot, amit majd leírásban fogtok megtalálni. No friends UI és no chat UI. Tehát ezt így megfogjátok, alkalmaz. Igen, hát space kell ilyenkor nyomni, mert nem engedi különben. Alkalmaz, folytatás, és elméletileg benn az új chat fog. És hát visszáll nektek a régi chatre a Steam, ezt mindjárt le is teszteljük. Igen, és az új chat fogadott vissza minket, ez igaz is volt. Én szerintem marad nekem ez a chat, nekem teljesen jó ez a régi chat, ahogy van. Nem kell nekem új chat, nem kell, hogy szaggassanak a játékok se, úgyhogy ez nekem így teljesen kiváló lesz. Úgyhogy, ha tetszett neked a videó, akkor tudod a dolgodat, ha még jobban tetszett, akkor is tudod a dolgodat, úgyhogy, ja, legyetek jók, én Rajd voltam, és akkor majd a következő videóban találkozunk, szevasztok!